Becsési Sándor festőművész olyan elődök nyomdokaiban haladt, mint Barcsai Jenő vagy Bernát Audél. Ezer szállal kötődik Tolna megyéhez, hiszen Bazsonyi Arany festőművész férjeként élt hosszú időt a megyében. Május 19-én lenne 90 éves. A gyerekkora az egy falusi környezetben telt, ő is együtt legeltette a tehenet a szomszéd gyerekekkel, tehát ahogy mondta, ugyan két laki volt, hiszen művészi pályája indulása előtt ő gyári munkásként dolgozott, de ismerte a paraszti világot is, és festészetének is ez lett az egyik fő témája. Tolna megyei kötődése nagyon egyszerű, Bazsonyi Arany festőművész férje volt, ők a főiskolán ismerkedtek meg, aztán 1954-ben házasodtak össze, Arany ekkor már tanító volt Pusztahencsén, hiszen 1952-ben, amikor apját kulákká nyilvánították, akkor eltávolították a főiskoláról, így tanítói képesítést szerzett szülőfalujában Pusztahencsén, 54-től pedig Dunabogdányban tanított. Természetesen Vecsés is követte, vidékre költöztek, és miután Vecsési 1956-ban átvette a diplomáját, 57-ben Budapesten beköltözhettek egy műterem házba, egy műterem lakásba, ami otthonuk lett életük végéig. Tulajdonképpen nem szakadtak el Tolna megyétől, hiszen a Vecsési Sándor Búcsú a kurdi templomtól című festménye is mutatja, hogy a Tolna megyei élmények azok alapvetőek, mind természetesen Arany, de ugyanúgy Vecsési Sándor festészetében is. Vecsési művészetének központjában azok a változások álltak, melyek a vidéki Magyarországon következtek be. A falusi házak, tornácok, ablakok egyfajta szimbólummá váltak a képeken. 1975-ben festette ezt a képet. Arany szülei ekkor költöznek el Tolna megyéből végleg az Alföldre, és ez a mozzanat, ez a búcsú mozzanat ihleti ezt a képet is, illetve a Búcsú a kurdi háztól című festményét is Vecsési Sándornak. És érdekes módon ez a motívum, mármint a templom motívuma, az ettől kezdve szinte néhány évente visszatér Vecsési festészetében, az eltűnő falusi, archaikus, paraszti világ szimbólumává nemesül a templom. Megfesti tulajdonképpen mindenféle évszakban, télen, alkonyatkor, tavasszal, tehát jó néhány képe, nem is számoltam össze, és hogy hány képe mutatja ezt, vagy használja ezt a motívumot. A nagy sárga templom, egy kis dombra épült barokk templom, aminek a tornya úgy kilép a homlokzat elé, és nagyon szép karcsú toronysisakja van. Ezen a képen bele se fért a kompozícióba. Kis házak veszik körül, az alkonyi fények megfestik, színesre festik a házak falát. Látjuk, hogy ez egy téli tájkép, a fák hajladoznak, a havas domb fölött a gomolygó felhők, azok egybe mosódnak szinte. Tehát nagyon kedves motívuma volt Vecsési Sándornak ez a kurdi templom, amit jó néhányszor megfestett. Festészetében alapvető már az első korszakában a falusi házak, a falusi udvarok, a tornácok motívumként végig jelen vannak, és ez az archaikus paraszti világnak az erkölcseit, étoszát szimbolizálják, amiben ő gyerekként felnőtt, és aztán amire a 70-es években tulajdonképpen ennek a faluképnek, az ideális faluképnek a végleges felbomlása zajlik le, és valóban ettől is elbúcsúzik ebben az időszakban. Ezért is emeli szimbólummá. Vecsési képe jelenleg a Vármegyeház raktárában pihen, alkalmas kiállítóhely híján. Vecsési Sándor ezen képe is, és a többi is, amit a hónap műtárgya sorozatban mellékletként oda tettünk, raktárban van, hiszen egyetlen egy pici kiállításunk van a 20. századi, 21. századi kortárs festőktől, az igazgatói iroda előtti galéria. Sehol máshol a múzeum nem tud kiállítani, hiszen nincs kiállítóhelye. Ez nagyon hiányzik szerintem Szekszárd életéből, sokaknak a vágya és régóta témája, hogy miért nincs a Tolna megyei alkotóművészeknek kiállítása Szekszárdon.
Vecsési Sándor képének a hónap műtárgya sorozatba emelésével tisztelgett a Vosinszky Mór Megyei Múzeum a festő születésnapja előtt.